kisiskolások kedvenc mesehősükbe öltözve készültek a Bonyhádi intézmény aulájában, szüleik és nagyszüleik kíséretében. Az intézmény vezetője elmondta, minden évben megszervezik a farsangi mulatságot a diákok számára. Lesz egy meglepetés ajándék a pedagógusok részéről, akik egy táncot fognak előadni. Ez a tánc a szorgos munkavilágáról fog szólni, természetesen némileg humoros, vicces formában. Lesz tombol a sorsolás, és utána lesz egy olyan rész, amikor a gyerekek szabadon táncolhatnak. A kreatív, ötletes jelmezeket tapssal díjazták a felvonulás alkalmával, emellett a tanárok arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek szórakozzanak, játéknak tekintsék az eseményt. Az osztályok egy része közös, zenés, illetve táncos műsorra készültek az osztályfőnökeik vezetésével. A szülői szervezet rendezi az egész programot. Ők gondoskodnak arról, hogy a büfé, a ruhatár és a jegyeladások megfelelően működjenek. Ezt ezúton is szeretném megköszönni nekik. És az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Bízom benne, hogy így lesz az idei tanévben is. Én azt gondolom, hogy a beöltözés varázsát hozza el számukra, és folyamatosan készülődnek. Van olyan intézmény, amelyik úgy gondolkodik, hogy inkább osztálykeretben valósuljon meg ez a program. Van, ahol a nyilvánosság kizárásával. Mi azt gondoljuk, hogy a gyerekek szeretik, hogyha a hozzátartozók ismerősök előtt megmutathatják magukat. Truca Szabolcs elmondta stábunknak, a kislánya milyen jelmezbe öltözött. Nyuszinak, ő találta ki, ő is készítette a jelmeznek a nagy részét. Anyukájával csinálták, hát egy 3 napig körülbelül. Feleségem tegnap is, meg ma is vállalt feladatot. Tavaly én voltam, aki büféztem, ruhatáraztam, az idén a feleségem vállalta ezeket, illetve minden évben hozunk süteményt vagy szendvicset, általában szendvicset. A farsang nem csak a tél előzésére szolgál, hanem fontos része a gyermekek életében, hiszen ilyenkor magukra ölthetik a kedvenc mesebeli karakterük, szuperhősük jelmezét.